a parlagfű elszaporodásának visszaszorítása, az egészséges környezet biztosítása közös célunk. Eredmény csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el. A parlagfű elszaporodásának visszaszorítására az egészséges környezet biztosítása közös célunk. Eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló rendelet értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ez azt jelenti, hogy a termelők és a földtulajdonosok egész évben köteles bel- és külterületen egyaránt védekezni földterületükön a káros gyomnövények ellen, ez nem csak a parlagfűre, hanem más egyéb károsító gyomnövényekre is vonatkozik. A földhasználónak vagy bejelentett földhasználat hiánya esetén a tulajdonosnak gondoskodni kell a megelőzésről. A gyomnövények ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással kell védekezni. A hatóságok belterületen, az illetékes jegyző külterületen, a Jászlanykun-Szolnok megyei kormányhivatal földhivatali főosztály földhivatali osztályán 5300 karcag Ady utca 4 hatósági ellenőrzés keretében a lakossági bejelentések alapján ellenőrzik a jogszabályi kötelezettség betartását. A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít és közérdekű védekezést rendel el. Amennyiben a földhasználó nem mentesíti önként a területet, kényszerkaszálás végrehajtására kerül sor. A kényszerkaszálás és minden ezzel járó hatósági feladat költsége a mulasztót terheli, amely költségek adók módjára behajthatók. A parlagfű elleni védekezés kötelezettség elmulasztása esetén a kormányhivatal növényvédelmi bírságot szab ki, amely mértéke 15 000 forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet attól függően, hogy az adott fertőzött ingatlan külterületen vagy belterületen fekszik, továbbá, hogy mekkora a fertőzött terület nagysága és a fertőzöttség mértéke. A növényvédelmi bírság és a kényszerkaszálási munkálatok költsége egyaránt köztartozásnak minősül, amelynek végrehajtását a Nemzeti Adóhatóság foganatosítja. A NÉBIH 2013 óta működteti a parlagfű bejelentő rendszert, amely interneten is elérhető. A bejelentések közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el. Amennyiben a bejelentő igényt tart rá, az általa megadott elérhetőségen a bejelentésével kapcsolatban tájékoztatást is kap. Mindezek ismeretében megállapítható, hogy a földhasználó terhelő kötelezettség tehát kettős. A parlagfű virágzásának megakadályozása és ennek preventív megtartásának a vegetációs időszak alatti folyamatos biztosítása. A leírtak alapján kérjük valamennyi ingatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy az ingatlan területén és a hozzátartozó közterületi részeken a védekezési munkálatokat önként végezze el. Hozzájárulva ezáltal a parlagfű elleni védekezési feladatok eredményes elvégzéséhez, és a parlagfű által okozott gazdasági és egészségügyi károk csökkentéséhez, hiszen a megelőzés a leghatékonyabb mentesítési megoldás, amely feladatokat azonban csak a lakosság aktív részvételével lehet hatékony és eredményesen véghez vinni.